Kultúrával folytatjuk a délelőttet, és sokféle művészeti ágról beszélgettünk már itt, sokféle művészeti ágat bemutattunk a műsorunkban, de Kárpit művészetről még nem volt szó itt az adásban. Most egy érdemes és kiváló művész, magyar örökségdíjas alkotót köszöntök itt a stúdióban, Pérevi Zsuzsa a vendégem, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Szeretettel köszöntöm itt a délelőttben. Hogyan válik valaki Kárpit művészé? Hogyan találta meg önt ez a hivatás? Festőművésznek készültem, és azt hittem, hogy így is fog folytatódni, de aztán valaki elvitt engem egy Kárpit művészhez, és kiderült számomra, hogy nem csak a monumentális fali szőnyegek azok, amik ezt a műfajt jellemzik, hanem egy kisebb, mai kornak megfelelő méretben is lehet különös dolgokat kifejezni. És hogy ez a valaki Tarján Hédi volt, Ferenczi Noémi egyik legkedvesebb tanítványa, és annyira megszerettette velem ezt a műfajt, hogy a kezdeti ingadozások után halálosan és végletesen beleszerettem. Miért annyira szerethető ez a műfaj? Ön miért kedvelte meg? Én nagyon szeretem az olyan dolgokat, ahol az ember el tud mélyülni. Tehát szeretek gyalog menni a városba, mert akkor meg tudom nézni a városi ablakokat, kapuajakat, az embereket, akik kijönnek a házból. Imádok a kertbe dolgozni, kapálni, ásni, és nyilvánvalóan ettől a fizikális munka iránti vágyamból adódóan részben, mert ezt régen a 14.-15. században férfiak szőtték. Tehát ez egy elég komoly fizikai munka, de nem csak ezért, hanem valódi anyagokból készül. Azt hiszem az összes művészeti ág közül a leglassabban, tehát itt, hogy mondjam, nincs mód arra, hogy bizonyos dolgok fölött elsuhanjon az ember, nagy gesztusok nem történhetnek, hanem mindig arra gondoltam, hogy ez olyan, mint hogy otthon nálam a műteremben őrületes mennyiségű színes fonal van. Színenként van különböző szekrényekben, és amikor egy goblent elkezdek, akkor nézem, hogy ebből a sok szál fonalból egyszer csak egy képnek kell lenni. És ez olyan, mint mikor valaki ír egy drámát, vannak a betűkből összerakódnak a szavak, és ha a szavakat helyesen rakja egymás után, akkor létre is jön valami. És egy egység lesz. És egy egység bejön létre. Kik voltak az ön mesterei? Kitől tanulta ezt a mesterséget? Hát én maradnék a Tarján Hédinél, a főiskolán nem voltak túl kellemes élményeim, talán azért, mert én úgy hívtam, hogy a spárga korszakban jártam a főiskolára, tehát amikor ilyen nagyon goromba textilművek készültek. És én elkezdtem portrékat szőni, és ez nem vágott egybe a 70-es évek, hogy mondjam, művészeti, nem politikájával, szemléletével. Úgyhogy bár örömmel végeztem a főiskolát, volt is olyan, aki támogatott, de azért ilyen különc figuraként kerültem ki onnan. De aztán, amióta a saját műtermemben dolgozok, és a saját álmaimat tudom megszőni elejétől végig, tehát nem vagyok senkire utalva, csak a saját lelkemre és a fizikumomra. Hát ez egy nagyon csodálatos dolog. Mik ezek az álmok? Mik azok az álmok, amikből egy kép lesz a későbbiekben? Milyen témákat szokott megjeleníteni? Itt hozott nekünk egy albumot is, azt mindjárt majd mutatom is a kedves nézőknek. Igen. A Szentendrei Ferenczi Múzeumban most van kiállításom, most nyílt a múlt héten, és azért hivatkozom erre, mert 5 terem van, és az 5 termet tematikusan sikerült összerakni. És az első teremben a korai munkáim is vannak, és ezekben hétköznapi problémákról szövök. Tehát tulajdonképpen a fali Kárpit bármit elvisel, ha az ember megfelelően adja elő. Amit most mutat, az a Visszajöttek az erészek című Kárpit,
akkor a falu szerelmese voltam, és nagyon sok falusi témát dolgoztam föl. Ez a Föld és Víz című goblen első teremben van a Ferenci Múzeumban. Akkor ez is látható most a kiállításon. Abszolút látható egyébként az előző is, és ennél azt éreztem, hogy az első ember körülbelül így lehetett. Ez az Életfa című goblen. Tehát visszatérve, hogy a különböző életkoraimban különböző dolgokra figyeltem föl, és mindig azt határozta meg, hogy mit szövök, hogy éppen lelkileg hol járok. Úgyhogy azért Lélekvándorlásaim a kiállítás címe, amin sok mindenki megakad, és tulajdonképpen örülök neki, mert erre lehet válaszolni, hogy miért, hogy én úgy szövök, hogy a teljes lelkem ott van a képekkel, tehát amíg szövöm, én lelkileg csak ott vagyok, és amikor a hétköznapi életet élem, az egy ilyen gyakorlati, fizikális lét. Lélekvándorlás, nekem is úgy megakadt ezen a címen, vagy ezen a szón a fülem, mert hogy ugye a katolikus keresztény hitünkben ugye ilyen lélekvándorlásban nem hiszünk, de az ön lelke mondjuk ezekbe a képekbe ugye belevándorol valahogy. Igen, mert azt mondhatom, hogy lélekből szövök. Tehát, hogyha a romániai 89-es forradalomról szövök, akkor ez például úgy zajlott, hogy ugye a TV egyenes adásba mutatta, hogy ott mi történik, és a karácsonyt ilyen módon ünnepeltem. Tehát akkor lélekben teljesen ott voltam. De amikor valami más szövök, akkor másfelé jár a lelkem. Szóval mondom, kicsit agresszív módon találtam ki ezt a címet, de pont azért, hogy egy kis agymunka legyen a cím körül. Mi befolyásolja akkor az alkotást, vagy az alkotás folyamatát? Ön hogyan szokott mondjuk a műterembe bemenni, és akkor rögtön neki tud állni, vagy kell egy kis ráhangolódás? Az a furcsa, és magam se értem, most már körülbelül 40 éve vagyok a pályán. Közben a kedves nézők a kiállítás megnyitóról látnak éppen felvételeket. Igen. Hát gyönyörű megnyitó volt egyébként, fantasztikus, szép és meleg. Nekem egyébként a kiállítás megnyitó az a hely, ahol szembesülök avval, hogy mit csináltam a műtermembe. Mert egyedül vagyok végig a goblennel, amit szövök, és az a gondolat, amiért én azt létrehozom, akkor talál reakcióra, amikor kiállítás megnyitó van, vagy a vendégkönyvben utána. Úgyhogy nagyon nagy boldogság, amikor valamely szándékom szembe találkozik avval az értő kiállítás nézővel. Visszatérve a kérdésre, még mielőtt ugye rátértünk a megnyitóra, hogy hogyan, milyen lelki állapotban van az alkotáskor, vagy amikor bemegy a műterembe, hogyan tud ráhangolódni a munkára? Az az érdekes, hogy nekem másra kell ráhangolódnom, hogy olyan szimbiózisban élek avval, amit csinálok, hogy ha megcsörren a telefon szövés közben, akkor is fontos, akkor fölveszem, hogy beszélek, és nem tudnak kilódítani a lelki svungomból. De mondom, csak elmondanám, hogy jön létre egy ilyen kárpit. Az is nagyon, igen, nagyon érdekes, és én sem tudtam, vagy hát logikusan végül is összetudtam rakni, hogy ön ugye csak egy nagyon kis részét látja mindig a szövésnek, a szövés folyamatának. Igen, ha elmondom, hogy van olyan kárpit, amit egy évig szőttem. Nem készítettem színes tervet, mert csak akkor ülök le szőni, hogyha a fejemben valami kész van. És ez lehet, hogy évekig mélázok valamin, és akkor a legmeglepőbb helyen, akár a konyha kedve kapálás közben áll össze úgy a kép, hogy azt mondom, hogy igen, ezt meg fogom szőni. És akkor rajzolok egy kis fekete-fehér, ilyen kis képeslap méretű papírra, lerajzolom körülbelül, hogy miről szól a kép, és utána egy az egyes méretű kontúrrajzot. Ahogy mutatta az előbb a katalógusba, nekem a kontúrrajz teljesen elég, mert a színek és az egész, a formák és a fények
azok mind a fejemben vannak, és csak az a dolgom, hogy azt közvetítsem, amit érzek. Ezek, hogy egy éven keresztül dolgozott egy kárpiton, de gondolom közben más munkái is vannak, vagy egyszerre mindig csak egyre fókuszál? Nyilvánvalóan azért vagyok mono, tehát azért nem akvarellezek közben, vagy használok más műfajt, mert belülről szövök, tehát ott azt nem lehet megzavarni semmivel. A hétköznapi élettel simán meg lehet zavarni, az nem érint, de azt, hogy én valami más létrehozzak, ami valami művészeti alkotás, az nem. Egyébként ez a kárpit, amiről beszélek, a Himnusz című, ki van állítva, és ez egy évig tartott. Most Szentendrén a Ferenci Múzeumban láthatjuk ugye a kiállítását, de hogyha az országban körbenézünk, vannak kiállítva még kárpitjai? Hát jelenleg a reformáció 500. évére van a Várkert Bazárban egy kiállítás, amin nagyon nagy mesterek között én is ott meghúzom magam, mert Csernus, Borsos, Kondor, fantasztikus társaságban. Igen, beszéltünk arról a kiállításról itt a délelőttben. Fantasztikus, szép kiállítás, és boldog vagyok, hogy ott lehetek. Hát ilyet ritkán engedhet meg magának egy kárpit művész, hogy egyidejűleg két kiállításon vesz részt, lévén a műfajnak a mérhetetlenül időigényes volta. Csak én annyira szenvedélyből szövök, hogy tulajdonképpen, ha reálisan számolnánk, akkor nekem 140 évesnek kéne körülbelül lennem ahhoz, hogy ennyit szőhettem volna. Most, ha így évvége fele járunk, és előre tekintünk mondjuk 2018-ra, akkor vannak-e tervek, vagy most éppen mind dolgozik? Általában, ha önálló kiállításom van, arra mindig szövök valamit. És erre az utolsóra is szőttem egyet, Tükörkép a címe a képnek, nem hasonlít az eddigiekhez, és tulajdonképpen a túlnövekedett világunkat és ezt a kaparó, harácsoló, gyűjtögető világot szembefordítom a régi világokkal, amik elpusztultak, és már csak ásatásból találjuk meg őket, tehát egy ilyen világ arcképet szőttem, és miután azt egy hónapja fejeztem be, úgyhogy most egy ilyen spirituális töltődésre van szükségem, de biztos, hogy sokáig nem fogom bírni a szövőszék nélkül. Talán pont jó időszak az advent erre. Nagyon, itt megsúgta nekem még a beszélgetésünk előtt, hogy bónunk tévénéző, úgyhogy ezt igen, én nem is tudtam. Igen, nagyon szeretem. Nagyon szépen köszönöm, hogy akkor személyesen is eljött hozzánk, és áldott adventet, és további szép munkát kívánok önnek. Viszont kívánom.